Na, egy intenzív kocsimosás után vagyok. Én elég nagy mennyiségű vízzel mosom le a kocsit, tehát ez durván nálam egy ilyen 10 perc intenzív mosás. Ez nem tudom, hogy milyen esőnek felel meg, de nagyon nagy eső után nem szokott benne lenni ennyi víz, tehát nem szokott. Tehát itt kocsimosás után rengeteg. Szerintem az első két ajtóba egy kicsit jobban belemegy a víz valahol a tükörnél. Hát igen, ez nagy valószínűséggel egy konstrukciós hiba. Én ezt minden mosás után megcsinálom. Tehát itt is nincs dugulva semmi. Annyi, hogy szar helyen van a hangszigetelő gumi, ami az ajtót körülveszi. És ugyanezt megcsinálom minden egy ajtónál. De inkább az első két ajtónál szokott ez előfordulni. Ez. Úgyhogy ez egy valószínűleg egy elbaszott dolog. De tehát télen úgy gondolom, ez a vízmennyiség azért nagyon nehezen szárad ki, kell neki pár, jó pár nap. Itt nyáron olyan mondó vagyok, hogy lehet, hogy egy nap alatt megy ki a víz belőle, de minek lötyögjön, ha nem muszáj. Tehát én minden mosás után kiszoktam ezt engedni, ezt a vizet. Legyen rá ide. Itt van a két patent is, amit nem igazán szoktam bepatentolni, mert minek, így legalább egy kicsit van ideje kifolyni, mire átérek a túloldalra. Úgyhogy ennyi, ez egy elbaszott egy dolog.